Balogh Gyula polgármester jelölt választási gyűlésére érkeztek május 5-én a Bátszalók lakói és a tiszatavi polgármesterek. A fórum témája a város jövőbeni tervei, lehetőségei és a régió településeinek együttműködése. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter támogatásáról biztosította Balogh Gyula a Bátszalók fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, programját. A fórumon megjelenteket Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Miért fontos az, hogy összefogjanak a tiszatóért? Úgy gondolom, hogy jelenleg az összefogás mindennél fontosabb. Rengeteg pályázatunk van, amelyet csak együttesen, közös erővel tudunk sikerre vinni. A Bátszalók, a Tiszató mindig meghatározó városa volt, évtizedeken keresztül. Sajnos az utóbbi időben ezt a fényét kicsit elveszítette, és mi tiszatavi polgármesterek ma azért vagyunk itt, hogy szeretnénk támogatni a Bátszalókot abban, hogy újra a térség meghatározó települése legyen, egy gazdag, gazdaságilag fejlődő, turisztikailag virágzó város, hiszen nem csak a Tisza tó melletti települések, hanem a háttér települések is profitálhatnak ebből. Fontos, úgy gondolom, eljöjjünk, hiszen az összefogás ma már mindennél fontosabb, csapatként dolgozzunk együtt, és úgy gondolom, hogy erre ma a legalkalmasabb személy, aki ezt meg tudja tenni, össze tudja fogni a Bátszalók várost, be tud illeszkedni a tiszatavi polgármesterek körébe, közös célért együtt dolgozni, ez Balogh Gyula alpolgármester. Én a Heves megyei részt képviselem a Tiszatónál, és azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert egységben az erő, és hogyha mind a két oldali települések összefognak és a fejlesztéseiket összehangolják, akkor lehet igazán sikeres történet a Tiszatóból. Most egy-egy nagyobb turisztikai attrakcióval rendelkezik a Tiszató, de az úthálózat fejlesztéséhez, az infrastruktúra fejlesztéséhez, a hidak felújításához elengedhetetlen szükség az, hogy Heves megye és Szolnok megye összefogjon, és biztosítva látjuk, vagy szeretnénk látni azt, hogy a Bátszalók ebben segítő kezet nyújt Kiskörének, Heves megyének, és ezzel az egész térség fejlődését és infrastruktúrális megújítását segíteni fogja. Kivel tudnak együtt dolgozni? Hát leginkább alpolgármester úrral tudunk együtt dolgozni, már csak azért is, mert mint iskolaigazgatót is nagyon jól ismertük, és a felesége pedig Kiskörén dolgozik, és ezáltal az egész család életébe betekintésünk van, és lehet mondani nyugodtan, hogy nagyon nagy teherbírású emberekről van szó, akik innovatívak és borzasztóan rugalmasak mindenféle kérdésben. Ön miért tartja fontosnak az összefogást a Tiszatóért? Nem is olyan régen volt szerencsém az M1 adásában arról beszélni, hogy Tiszafüred és a Tiszató mit is jelent ma, és én azt gondolom, és egyre többeknek ez a véleménye, hogy a Tiszató méltó versenytársa alternatívája lehet a Balatonnak. Tehát a magyar kormány az elmúlt években olyan programokat indította el, amelyek a Tiszató fejlesztését szolgálják, és nekünk a tiszatavi településeknek is az az érdekünk, hogy a Tiszató régió egyre fejlettebb legyen, és egyre ismertebb országos szinten is. És hogy a Tiszató egyre erősebb legyen, ahhoz erős településekre is van szükség, hiszen a Tiszató településeinek egysége az, ami előbbre viheti az ügyünket, és ezt a nagy sebességet, amivel a Tiszató elindult ugye felfelé, egy növekvő pályára állt, ezt meg is tudjuk tartani. És én azt gondolom, hogy a települések összefogása ebben nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy egy településénél olyan vezető legyen, akinek nem csak kitűzött céljai vannak, koncepciója, víziója a település, hanem ezt meg is valósítja. És én azt gondolom, hogy Balogh Gyula, aki jelenleg most a polgármester úr itt a Bátszalókon, az ő munkássága már bizonyította az oktatási, kulturális, turisztikai munkája, ismeretei olyan mérhetőek, hogy itt az elmúlt években a közéletben is már komoly munkát végzett, és az ő személye garancia arra, hogy olyan polgármestere legyen a Bátszalóknak, aki a tiszatavi polgármesterek sorába lépve a közös ügyünket előre tudja vinni.